A türelmetlenség és a tolerancia hiánya okozza a legtöbb balesetveszélyes helyzetet a személyautók és a lassú járművek között. A nyári aratási időszakban jelentősen megnövekedett a kombájnok és a traktorok száma a közutakon. Furdán János autós oktató szerint a sofőrök még mindig nem tudnak alkalmazkodni a mezőgazdasági gépek sebességéhez. A traktorok lassú közlekedése miatt sokszor előfordul, hogy feltorlódik mögöttük a forgalom, és hosszú kocsisorok alakulnak ki. Ezt a személyautósok gyakran szabálytalan előzéssel próbálják kiküszöbölni, mondta el stábunknak Furdán János. A szakember hangsúlyozza, tilos előzést végrehajtani kanyarban, vagy nem belátható útszakaszon. Az előzésnél az is fontos lenne, hogy vissza tudjunk térni megelőzött jármű elé annak zavarása nélkül. Ez ugye akkor tudunk visszatérni elé annak zavarása nélkül, ha a középső visszapillantó tükörben meglátjuk mind a két lámpáját a megelőzött járműnek. Hát nagyon sok esetben azt tapasztalom, hogy épp hogy beférnek az ilyen munkagépek elé a járművezetők, és ráhúzzák a kormányt. Hát ugye ez a munkagépeknek se kellemes, meg hát ugye ez is elég balesetveszélyes tud lenni. Tislerics Antal délelőtt 10 óra magasságában indul a földekre, és egészen, amíg le nem száll a harmat, tehát körülbelül este 9 óráig lehet vele találkozni a közutakon. A murakeresztúri mezőgazdásznak nincsenek jó tapasztalatai a közlekedőkkel. Sok a türelmetlen sofőr, főleg a fiatalabb korosztályban. Hát sajnos nekünk az úton is kell járkálnunk, a földektől földekig nincsenek külön aszfaltos utok, sőt semmiféle út nincs, tehát használni kell a közutat. Mivel a közút mindenkié, ezért mi is használhatjuk. És hát jó lenne, hogyha türelmesebbek lennének az emberek, mert tudomásul kell venni, hogy ezek lassú járművek, nagy tömegű járművek, száguldani nem tudunk velük. Ezeknek ez a 25 km a maximális sebességük. A nyári aratás várhatóan néhány héten belül, augusztus közepéig befejeződik. Ezt követi majd az őszi aratás, ami szeptember végén a szójával kezdődik.